Az elmúlt napokban egy érdekes hír látott napvilágot a kínai aranytartalékokkal kapcsolatban. Több nyugati mértékadó sajtóorgánum is beszámolt arról, hogy egyes a nemzetközi valuta alaptól kiszivárogtatott információk szerint a kínai aranytartalékok drámaian megemelkedhettek az elmúlt években. 2700 tonnányi aranykészletről van szó. Ezzel Kína a harmadik legnagyobb aranytartalék birtokosa lenne a világban az Egyesült Államok és Németország után. 2009-es évből származik a legutóbbi hivatalos kínai adat az aranytartalékokról, aszerint 1054 tonnányi aranya volt a kínai jegybanknak. Hogy az elmúlt négy évben mi zajlott a színfalak mögött, arról eddig is sok spekuláció volt a levegőben. Könnyen meg lehet, hogy Kína valóban szorgosan vette az aranyat a színfalak mögött többen az elmúlt négy évben, hiszen a 2009-es adatot megelőzően is évekig nem volt információ a kínai aranytartalékok alakulásáról. Évekig 600 tonnányi aranykészletből indult ki a világ, míg nem aztán 2009-ben Kína hivatalosan is elismerte, hogy 400 tonna aranyat vásárolt és 1000 tonna fölé emelkedett az aranykészlete. Tehát, hogy ez a hír, ez a jelentős emelkedés valóban igaz-e vagy sem, kacsa-e vagy sem, ez az elkövetkezendő hetekben, hónapokban talán bizonyosságot fog nyerni. De az aranytartalékok, a jegybanki aranytartalékokkal kapcsolatban nem csak Kína egy érdekes terület, hanem általában is érdemes a jegybanki aranytartalékokról elgondolkozni a jövőt illetően. Az elmúlt években, 2009 óta a jegybankok szerte a világban több aranyat vettek, mint amit eladtak volna, tehát nettó aranyvásárlók voltak, évente 400-500 tonna aranyat szívtak fel a jegybankok a piacról, és ez egy jelentős támasza volt az árfolyamnak, illetve hát fűtötte az árfolyam emelkedését. 2009 előtt azonban 20 éven át a jegybankok inkább az eladói oldalt erősítették. A 70-es évek elején, ahogy megszűnt az aranystandard rendszer, a jegybankok kezdtek arra a döntésre jutni, arra az álláspontra jutni, hogy már az aranykészletekre nincs annyira szükségük, és aztán 1980-as, 90-es években valóban a tettek mezejére is léptek, és elkezdték eladni az aranykészleteket. Magyar jegybank például megszabadult csak nem teljes egészében a 60 tonnányi aranykészletétől. Ez a folyamat 2009-ig tartott, és akkor ez a tendencia megfordult, és a jegybankok ismét elkezdték jobban venni az aranyat. De mely jegybankok voltak ezek? Elsősorban a feltörekvő országok jegybankjai, például Oroszország, Brazília, Mexikó, India, és talán a színfalak mögött Kína is, és még lehetne folytatni ezt a sort, Korea, Kazaksztán és így tovább. Olyan országok, ahol a gazdaság virágzott, lendületes növekedés volt tapasztalható. Exportorientált országok, egyre növekedett az export bevételek folyamán a jegybanki devizatartalék, és ennek egy részét konvertálták át ezek az országok aranyba, aranytartalékba. Nagy kérdés, hogy ez a tendencia az elkövetkezendőkben tud-e úgy folytatódni, ahogy az elmúlt négy évben láttuk. A feltörekvő országok gazdasági növekedése lassulóban van. Ismét az Egyesült Államok gazdasága kap erőre, a tőke, a feltörekvő országok lassuló gazdaságából elkezd visszaáramlani az Egyesült Államokba, úgyhogy könnyen lehet az, hogy az elkövetkezendő években az a lendületes növekedés, gazdasági növekedés, amelyet a feltörekvők produkálni tudtak, megtorpan, lelassul, és ez kihatással lehet a jegybanki aranyvásárlásokra is, meg lehet, hogy a jegybankok, a feltörekvő országok jegybankjai ezt az aranyvásárlási ütemet, amelyet az elmúlt években láttunk, nem fogják tudni tartani. Márpedig, hogyha ez így alakul, akkor egy nagyon fontos keresleti tényező szenvedne csorbát a piacon, úgyhogy az a támasz, amelyet ez a kereslet tudott eddig jelenteni az arany árfolyama számára, esetleg meginokhat. Ezt a tényezőt érdemes az elkövetkezendőkben kiemelt figyelemmel követni. Thank you.